Szabó Szebasztián a 4-esen, Milán Kristóf pedig az 5-ösön, és Milán Kristóf megint csak nem fog tartalékolni, de hát 50-en senki nem szokott. Itt ez nem az a szám, ahol pihenni lehet, vagy akár kiengedni. Milán tehát az 5-ösön Szabó Szebasztián fölött, és Szabó Szebasztián talán ebben a számban verheti meg legnagyobb eséllyel Milánkot, de amilyen formában, amilyen sebességben van Milán, az utolsó métereken még meg is előzheti, még vesz egy levegőt, és ezzel ki is kap. Szabó Szebasztián nyer, Milán Kristóf 0-14-gyel mögötte a második helyen, és 23 másodpercen kívüli idő, tehát nem tudta áttörni a 23 másodperces határt. Szabó Szebasztián.